20 éves a KIK, vagyis a Kossuthos IFIK köre, ennek kapcsán beszélgetünk a következő percekben Balogné Gelse Zsuzsával. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. Mi az a KIK? Kik azok? Hú, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon régre, 20 évre visszanyúló történet. A KIK tulajdonképpen a Kossuthos IFIK köre. Hát a kezdetekben azért hoztam létre ezt a kis egyesülést, majdnem egyesületet mondtam, de az később lett, hogy olyan diákok, akik szívesen tettek az iskoláért, ne menjenek el, ne váljanak el a 8. év végén a sulitól, és akkor jöhetnek vissza segíteni, és nagyon jó baráti társaság alakult ki, 5 fővel indultunk, még senki nem tudott rólunk, McDonald's-ban itt-ott találkoztunk, és akkor egyszer volt egy százalék. Mit csináltunk? Akkor beszélgettünk, megterveztük, hogy mit is kéne még csinálni, mi az, amit a suliért tehetünk, milyen programokon tudunk segíteni. Aztán volt egy iskolai nagyrendezvény, 100 éves lett az iskola, és ott bemutatkoztunk. Utána már az iskolában találkoztunk, és évről évre nőtt a létszám. Olyan népszerű lett ez az IFI, úgymond, a KIK, hogy tábor végén már jöttek gyerekek, hogy majd, ha nagyok lesznek, ők is jönnek IFI-nek, meg hogy lehet bekerülni. És ez annyira jó érzéssel töltött el, hogy évről évre, ahogy nőtt, és jöttek vissza azok a nyolcadikosok, akik a suliban is jó fejek voltak, meg segítőkészek, és kibontakoztak, mint fiatalok, annyira jó volt látni őket. És hát tulajdonképpen 30-an vagyunk idén már, ez így ijesztő létszám, de körülbelül ez a 30 aktív tag. És most mit csináltok? Kibővült már a feladat? Hú, mindenki bővült szerintem mostanra, azért az évek során. Most már vizsgázunk, bár az most már szerintem 18 éve van vizsga. Ez egy hátsó szándék volt, hogy vegyék komolyan. Ugyanis megtanítom őket gyerekekkel foglalkozni, feladatokat, játékokat levezetni, táborban nagyon-nagyon sokat segítenek, önálló feladatokat kapnak, megtanulnak táboroztatni, meg szervezni. És sokszor mondják, hogy nagyon sokat adott nekik az élethez az, hogy kimernek állni magukért, a társaik elé. Ez olyan jó érzés. Ők az én gyerekeim, meg hát ez az IFI. És általában kik azok, akik visszajönnek, vagy ott maradnak, és akkor ne segítenek neked? Bárki. Szinte bárki. Nincsen felvételi, nincsen jelentkezés. Szoktunk tartani egy úgynevezett toborzót tavasszal, hogy bemutatkozzunk, mégis ők is tudjanak kérdezni a nyolcadikosok, de nincsenek ilyen határok, hogy most akkor jól kell tanulni, vagy nem kell jól tanulni. Én azt szeretem, ha valaki vagány. Vagány, önálló, kreatív, mert az segíti a munkát. De vannak csendes gyerekeink, volt már olyan is, aki úgy jött oda, hogy nem is gondoltam volna, hogy ifi lenne, oda jött, és olyan szépen kifejlődött, olyan szépen kialakult a személyisége. Nagyon jó. Tehát akkor az a szabály, hogy a nyolcadikosok, akik elballagnak, vagy elballagtak, ők beléphetnek a következő év szeptemberében? Igen. Sőt, olyanok is jöhetnek, akik nem, tehát felsőben van, aki ugye hatosztályos gimnáziumban, vagy már a negyedik év után, akkor már a nyolcosztályos gimibe megy, de táborokba visszajár, vagy az iskolába tartja a kapcsolatot, szeretne jönni, akkor nincs akadálya. De voltak már külsős tagok is, őket osztálytársak hoztak. Hát azt ők is szépen, ahogy leérettségiznek, ott azért elköszönünk, olyankor fáj a szív, de mindig jön az újabb utánpótlás, de most már van egy ilyen hierarchia, vagy ranglétre, nem is tudom minek nevezzem, hogy vannak ifjoncaink, ők a 9-esek, akik frissen belépnek, nekik sokkal kisebb a felelősségük, kevesebb a tudás még, tapasztalnak, néznek, figyelnek, aztán ifikké változnak, úgymond, és a mentorok, akik már a talán végzős éveikben vannak, 11-12-esek, és most már van főiskolásom, ketten aktívan visszajárnak, gyűléseken segítenek, táborban, azért jobban tudok rájuk támaszkodni. Ahogy te is említetted, ez az egyesülés, nemrégiben egy egyesületbe ment át, vagy ez hogyan alakult, már a kezdetektől morfondíroztál ezen, hogy legyen ennek egy hivatalos része, formája, vagy hogyan jött ez? A kezdetek az ugye megtartani azokat a diákokat, hát akkor még szinte én is diák voltam. Hát ez nem is tudom, mikor kezdődött. Mondjuk 10 éve körülbelül, hogy kéne valami olyan hivatalos forma, ami támogatást, esetleg egy pályázat, vagy meg tudunk mutatkozni a kerületben, könnyebben lehet érvényesülni, szerintem, mint egyesület, mint hogyha oda megyek, hogy én, GZ, a Kossuth iskolába. Szóval nem, az olyan nem volt nagy visszhangja. És aztán 2017-ben, nem tudom milyen szikra, hogy akkor na most nézzük, kezdjük el,
de nem volt senki velem, aki támogasson, aki úgy oda állt volna mellém, én meg ezekhez a jogi dolgokhoz nem értek. Aztán végül azt hiszem, hogy 21 nyara, amikor egy nagyon jó barátnőmmel újra együtt táboroztattunk, és neki volt egyesülete, és akkor tudtunk már onnan elindulni, hogy hogy kell ezt ilyet létrehozni. Hát aztán jött az élet, a prioritás, áthelyeződött a hangsúly, és végül 23 novembere környékén bejegyeztek minket, de a teljes évet azt úgy veszük, hogy 24-től dolgozzon ez az egyesület. Pontosan ezért, hogy támogassuk meg a fiatalokat, nem csak a Kossuth-os ifik körét, hanem tényleg a tehetséges fiatalokat, hogy fel tudjunk karolni olyan, a kerület, én a kerületet szeretném az elején főleg, hát ki tudja, meddig jutunk, de hogy a kerület fiataljaival dolgozni, őket bevonni a kerület életébe. Mert azt látom, ez nehéz ügy. Igen, szerintem nehéz. Hogy miért nehéz? Hát szerintem azért, mert nincsen tér nekik. Uh-huh. Nincs egy hely, ahol összejöhetnének. Nincs egy olyan, ami tényleg az övék lenne. Mondanám, hogy a miénk fiataloké, de hát igen, a miénk fiataloké, amit mi hozunk létre, amit mi vezetünk. És hát ebbe a mentorálásba én beletennék sok mindent. A tehetséggondozást, ezt már említettem, azért vannak itt szerintem művész lelkek is, vagy akár a kortárs segítést. Simán látom benne, hogy lehet segíteni egymásnak, kisebbeknek, nagyobbaknak, akár nyugdíjasoknak is. Az, hogy ez az egyesület most létrejött, befolyásolja valamilyen módon a kiknek a működését, vagy az, hogy ti milyen feladatot láttok el az iskolán belül? Szerintem nem fogja befolyásolni, nem is szeretném, mert azért ez a kik, ez egy nagyon jó család, egy baráti kör, és a mentor, az ifjúsági mentor egyesületet azt pedig szeretném, ugye azt mondtam, hogy kiterjeszteni, de ezen belül működne tovább maga a kik, de semmiképp nem szeretnék ettől az anya, vagy Kossuth lévén apa intézménytől elszakadni, mert azért mégiscsak ő ad nekünk lehetőséget, teret, tehát az elmúlt 20 évben a legtöbb támogatást onnan kaptuk, de biztos, hogy befolyásolni fogja abból a szempontból, hogy ha növünk, akkor én őrájuk tudok támaszkodni, mint programokon az eleinte, hogy segítsünk egy-egy animátoros rendezvényen, mert már elkezdtem ilyen irányba is elindulni, hogyha a kerületi vállalkozóknál esetleg kell egy gyereknapon, vagy ilyen eseményeken, ugye közelik a Mikulás, hogy akkor ott be tudunk mi segíteni, mert hát tudnak gyerekekkel foglalkozni. Sőt, van tapasztalat. Igen, igen. Tehát biztos, hogy lesz változás, de még most egyelőre nem szeretném annyira. Maradjon ez a kis család, a kik család, és aztán majd a többiekkel bővülünk. November 9-én lesz egy úgynevezett ifi találkozó, a 20 évnek a megünneplésére? Igen, ez egy születésnapi buli, annak készül, és pontosan azért is nagyon nagy jó érzés, hogy nem is tudom, milyen bizsergető érzés, hogy ezt a 20 éves ifi találkozót, kik találkozót, ezt már az egyesület szervezi, hogy átadjuk a stafétát, vagy egyáltalán tovább visszük, tényleg kinőttünk, hogy a szerelmem, az egyik nagy szerelmem az ifi közösség, és a nagy álom, az egyesület, az így egyszerre kerül, úgymond megrendezésre, egy szülinappal. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük.